ajándékba kaptunk. Jónak lenni mindig jó elnevezéssel adománygyűjtést tartottak Csallóközt csütörtökben a Böjte Csaba által vezetett erdélyi árvaházak gyermekei számára. A jótékonysági kezdeményezést szabadtéri szentmisével kötötték össze. Böjte Csaba alapítványára, amely gyermekotthonokat működtet Erdélyben. Ilyen perselyeket helyeztek ki a felvidéki Csallóközt csütörtökben a szabadtéri szentmise helyszínén, hogy ezekbe gyűjtsék az adományokat az erdélyi árvaházak lakói számára. Egy olyan hálózatot épített ki erdélyi gyermekek megsegítésére, megmentésére, ami tényleg hiánypótló és rendkívül fontos, és szeretnénk legalább ilyen szinten kicsit segíteni az ő tevékenységét. A Szent Jakab tiszteletére felszentelt Csallóközt csütörtöki templom évfordulóján így különleges jótékonysági rendezvénnyel ünnepeltek a település lakói és a régióban élők. A szervezők pedig bíztak a helyiek jó szándékában. Egy hónap van ahhoz, hogy megfelelő felszerelést tudjanak, eszközöket tudjanak beszerezni a gyerekek részére, és hát szeretnénk a közösség nevében is segíteni az ő törekvéseiket, az ő munkájukat, és mindazt, amit a gyermekek mentésében is a gyermekekért tesznek. Megmutatom nektek, hogy tudtok igazán nagyok lenni. Hogy tudsz te a legnagyobb lenni egy közösségen belül? A szabadtéri szentmisét a település szervezeteinek meghívására Böjte Csaba celebrálta. A Csallóközt csütörtöki polgármester szerint pedig a helyiek bizonyíthatták, hogy mennyire emberségesek és hogyan képesek segíteni nemzettársaikon. Jól esett, hogy ilyen is, mert el tudtam jönni, mert mozgáskorlátozott vagyok, és hogy részt tudtam venni, és tudtam adományozni a Böjte atyának, hogyha elkerül Erdélybe, az árvák közé a pénz, és nagy segítség, hogy felvidékre is tudunk egy kicsit segíteni az árvákon. A Csallóközt csütörtöki közösség nem először vesz részt jótékonysági rendezvényen. Eddig azonban elsősorban helyi gyűjtéseik voltak. A tradíciója van, hogy így fogalmazzak, a helyi segítségnyújtásnak, a gyűjtésnek. Egy közösséget azt tud igazán meghatározni, ha össze tud fogni akár gyűjtésbe. De a gyűjtés ugye az egy végkifejlet egy összefogásnak, mert a gyűjtést mindig egy összefogás előzi meg. És az az összefogás a lényeges, amely a közösséget ilyen szempontból meg tudja mozdítani. Volt, aki tárgyi adomány tisztasági csomagot hozott a csallóközi településre, mert évtizedek óta ezt teszi. Ezt mindig összesporolom és odaadom. És azért fontos, hogy akkor ismertem meg itet, mikor csak 60 gyerke volt, olyan öreg cipőbe, öreg ruhába, és azt mondta, tudjátok, ti fiatalok, akkor meg én is fiatal voltam, 60 gyerekem van egyenlőre, és ha egy zsák krumplit eszünk, de eszünk. És mindig nagyon kedvesen fogott. Az adományok az erdélyi gyermekotthonokban most legalább 800 gyermeknek segíthetnek. Csaba testvér szerint különösen jól esik a gesztus, ha régi ismerősöktől jön, hiszen Csallóközt csütörtök nem először nyújt támogatást. Van testvértelepülése Székelyföldön, sőt, egyik otthonunk mellett többször voltak ott, és akkor aztán oda-vissza jó együtt lenni örömmel. Az, hogy ha valahol valakivel megajándékoznak bennünket, azt mi mindig nagy tisztelettel megköszönjük, és próbáljuk egy jó árfolyamon beváltani. Én úgy tudom, hogy az adomány legjobban gyerekbőrbe áll. Böjte Csaba szerint Erdélyben javult a szociális helyzet, de az iskolakezdés mindig plusz költséget jelent. Leginkább mégis azt értékeli, ha egy közösséget nem a közömbösség jellemez. Ha kell és van cél, van nemes cél, akkor szeretnek adományozni, szeretnek segíteni, mert szívükön viselik a másnak, tehát a más ember bajba kerül. Ezt láthattuk akár a földrengésnél, ami volt a Haitiba, akár amikor kitört a háború Ukrajnán, ugyanúgy az emberek jöttek, segítettek. És akár már a Csaba atyának is már régebben ugye egy hívő ott volt, még önkéntes a gyermekotthonban, és küldtünk oda egy nagy autót tele, tehát adományokkal. A közösségi gyűjtésen több mint 2500 euró jött össze, így ennyit vihetett az erdélyi gyermekek iskolakezdésére Csaba testvér Csallóközt csütörtökből.